Hamarosan útnak indul az első csonka nemzetközi űrállomás utánpótlás küldetés. A Demo 2 demonstrációs tesztrepülés leszámítva története során első alkalommal indul operatív küldetésre mindössze két fővel egy SpaceX Dragon űrhajó. Pedig a járművet 4 fő személyzet szállítására tervezték, akkor miért a csökkentett létszám? Nos, a helyzet az, hogy ez csak átmenetileg, az odaúton lesz így, ugyanis a Boeing Starliner botladozásai miatt igen furcsa helyzetbe kényszerült az amerikai űrügynökség. Odaúton az amerikai Nick Hague parancsnok és az orosz Alexander Gorbunov pilóta utazik a Freedom névre keresztelt űrhajóval, hogy hazaúton csatlakozhasson hozzájuk a Starliner személyzete, Sonny Williams és Butch Wilmore. Sajnálatos helyzet ez, mert a Crew 9 személyzet egységét kénytelen volt megbontani az űrügynökség a mentőakció miatt. Zina Cartman lett volna a küldetés parancsnok, és Stephanie Wilson az egyik küldetés specialista. Sajnos nagyon nehéz döntés volt, melyik két űrhajós maradjon a Crew 9 személyzetében. Az orosz Gorbunov helye biztos volt, a NASA nem kívánta megvariálni az orosz-amerikai űrhajós csereprogram menetét, valamint a Roscosmos-t sem akarták kitenni olyan helyzetnek, hogy a tervezett 3 orosz űrhajós helyett csak 2 dolgozhasson 5 hónapig a nemzetközi űrállomáson. A parancsnoki tisztségben történt módosítás pedig racionális döntés volt, hiszen a fiatal, 37 éves Zina Cartman újoncként töltötte volna be ezt a szerepet, míg Nick Hague már teljesítette egy küldetést a Soyuz MS-12 keretében, az Expedíció 5960 állandó személyzet tagjaként 2019-ben. Fontos, hogy a legtöbb űrhajós az űrben tartózkodás első óráiban űrbetegségben szenvedhet, ami fejfájással, szédüléssel vagy akár hányással is járhat. Ugyan a Dragon űrhajó képes emberi segítség nélkül eljutni a nemzetközi űrállomásra, majd hazatérni onnan, a NASA mégsem merte egyszerűen megkockáztatni, hogy a mindössze 2 főre csökkentett személyzet egyedüli amerikai tagjaként Cartmannel történjen bármi is az odaúton. Sajnos a Boeing Starliner űrhajójával történtek miatt Sonny és Butch 8 nap helyett majd 8 hónapot töltenek az űrállomás fedélzetén, mivel a Boeing nem tudott maradéktalanul megbízható adatokkal és tesztekkel szolgálni a Starliner biztonságát illetően. De erről már rengeteget beszéltünk a korábbi videóinkban, érdemes visszanézni őket. Az említett 2 űrhajós mostantól a Crew 9 személyzet tagjainak számítanak és átveszik a Cartmanre és Wilsonra bízott feladatokat. Az utóbbi 2 astronauta hölgy pedig csak reménykedhet, hogy egy jövőbeli másik küldetésre áthelyezik őket, és közben hálás köszönetet mondhatnak a Boeing igencsak kérdéses teljesítményének. Gyere és nézd velünk te is a csonka személyzettel történő indítást itt a Space Junkie űrutazás YouTube csatornán. Hajrá Team Space, hajrá Crew 9, hajrá Space Junkie!